A tavalyi évben drasztikusan beszakadt a lakáspiac, ennek oka többek között a hitelek megdrágulása volt. A megemelkedett kamatkörnyezet miatt eltűntek a vevők az ingatlanpiacról. A bérek nem tudták tartani a lépést az inflációval, az ingatlanárak azonban a budai kerületekben nem csökkentek. Az Otthon Centrum elemzése szerint a vásárlók ennek ellenére jobb helyzetbe kerülnek, mert egyre többet tudnak alkudni az árakból. Panelek azok a legkevésbé alkuképesek. Ez nyilván attól van, hogy a lakás ár ranglétrán ez a legolcsóbb szegmens, és ezért viszonylag sokan megengedhetik maguknak, hogyha nem tudnak mást venni, akkor a panelt vásárolják, és emiatt ott egy-egy panel lakás gyorsabban is elmegy, és nagyobb az érdeklődés, emiatt kisebb az alku lehetősége, de ez nagyon pici különbség, tehát 8,8 körüli a százalék átlagosan, országosan, és a téglalakásoké meg azt hiszem 1-2 ponttal magasabb. A legtöbbet a családi házak árából tudnak alkudni a vásárlók, ez pedig azért van, mert az átépítés és az átalakítás költségét is belekalkulálják, ami lefelé nyomja a vételárat. A piacon lévő használt családi házaknak a túlnyomó része az az építtető saját igényeit tükrözi, és ez nem mindig találkozik a keresőknek az ízlésével, és emiatt van egy komolyabb alkú, mert az, aki megvesz egy használt családi házat, az rögtön bekalkulálja, hogy mit akar rajta átépíteni vagy korszerűsíteni, és ez nyilván nyomja lefele az árat, hiszen a büdzsé az viszont fix, tehát nyilván a hitelek is meghatározzák meg a megtakarításnak a mértéke, tehát a vevőknek rögtön ott van a matek a fejükben, hogy oké, ha kifizettem ennyit, akkor még marad-e arra, hogy ezt a magam számára megfelelővé alakítsam. A külső pesti kerületekben található családi házaknál akár 15%-ot is alkudhatnak a komoly vásárlók. Az alkut az is befolyásolja, hogy a legtöbb eladó nincsen alkukényszerben, tehát nem sürgeti őket az idő, így kivárják, hogy megérkezzen a megfelelő komoly vásárló. Az alkunál azt látjuk, hogy a teljes alkunak körülbelül 50-60%-a az a végtárgyalásokon jön létre. Tehát amikor már éles a helyzet, tehát senki nem hajlandó, tehát akár több hónapig tartják kint az ingatlant, és még a közvetítő kollega esetleg mondja is, hogy azért kicsit irreális az elvárás, néhány százalékot, hogyha hajlandók engedni, viszont amikor megérkezik a valódi vevő, akkor alakulnak úgy az árak, és tulajdonképpen amiket mi mérünk, mi a valós tranzakciós árakat mérjük az irányárhoz képest, amivel az ingatlan bekerült a piacra. Tavaly a vevők a legkevesebb engedményt a budai kerületekben tudták kiharcolni. Itt ebben a kerületben a legmagasabb az ingatlanár. Válvetve a második kerülettel, a társasházi lakások négyzetméterre elérheti akár az 1,3 milliót, míg a családi házak négyzetméterre közelíti az 1 milliót.